Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Ünnepi istentisztelet Kismányokon, felújították a helyi evangélikus templomot. Fejlesztések Nagymányokon, új ötletek születőben az energiaellátásra a Tolna megyei településen. Több beruházás is zajlik párhuzamosan, fejlesztések Cikón. Kétyen is felköszöntötték az időseket, az önkormányzat ebéddel és koncerttel készült. Már a megújult templomban tartották a német búcsút Kismányokon. A közel 45 millió forintból felújított épület szigetelést kapott, megújult a külső, belső vakolata és festése, megoldódott a vízelvezetés évtizedes problémája, és a padozatot is felújították. Az ünnepi istentiszteletre megtelt a templom. Nagymányokat is elég... Hallgassuk meg Isten igényét, azután pedig hívjuk segítségül az ő nevét, hogy ő maga szentelje meg kegyelmes jelenlétével ezt a felújított házat és orgonát, amelyet szolgálatára szántunk. Kondor Péter evangélikus püspök tartotta meg az első istentiszteletet a felújított templomban Kismányokon november 13-án. Az időpont sem volt véletlen, hiszen a faluban 303 évvel ezelőtt, november 11-én tartották az első istentiszteletet. Hát az idén olyan jó volt hozzánk a jó Isten, hogy adott pénzt, hogy fel tudjuk újítani a közel 300 éves evangélikus templomunkat, és a templom szentelési, a hálaadó istentiszteletet Esperes úrral, meg mi is a német önkormányzat úgy gondoltuk, hogy alkalmasabb időpontot nem is találhatnánk, mint a kismányoki evangélikus búcsú napja. És ezért vagyunk ma itt a templomban, hogy búcsút tartsunk, és hogy hálát adjunk a jó Istennek. 1945-ig Kismányok egy szintiszta német ajkú és evangélikus település volt. Akkoriban a kismányoki evangélikus búcsuk 3 napig tartottak. Majd a rendszerváltást követően teljesen eltűntek. A német önkormányzata megalakulását követően újra visszahozta a köztudatba. Természetesen nem tudjuk az eredeti forgatókönyv szerint 3 napban megtartani, hanem 1 délutánba zsúfoljuk bele, de azóta, mióta mi megalakultunk, visszahoztuk a köztudatba a német evangélikus búcsút. Annak ellenére, hogy 45-ig szintiszta német ajkú település volt, a deportálások, az elhurcolások, az úgynevezett kitelepítés a negyedére csökkentették a falu német ajkú lakosságát. És ez az utóbbi időben még kevesebb lett, hiszen van elvándorlás, bevándorlás is. Ennek ellenére mégis próbálják életben tartani a hagyományokat. Az ünnepi istentiszteleten Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is jelen volt, aki már visszatérő vendége a településnek. Ez a mai egy örömünnep, hiszen a templom felújítása az mindannyiunk számára öröm, és itt azért az a német közösség, amelyik él és a hagyományait őrzi, fontos számunkra, hiszen ennek az országnak a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezői, és ez fontos, hiszen ők a kultúrájukkal és a hagyományaikkal olyan értéket képviselnek, amit magyarként, de német nemzetiségüként számunkra is, és minket is gazdagítanak. Hozzáteszem, van egy személyes motívum is, mert az édesanyám részéről a felmenőim szintén osztrák, német és sváb származásúak. Úgy, ahogy mi egyébként elvárjuk, és számunkra fontos az, hogy a szomszédországokban élő magyar közösségeink az identitásukat megőrizhessék, ezt ugyanígy szeretnénk mi megadni, és meg is adjuk azoknak, akik itt élnek, hiszen számukra a helyi és a regionális, illetve az országos önkormányzatokon keresztül egy olyan autonómiát is biztosítunk, amivel ezt az identitást ők a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki számára biztosítani tudják. Én úgy gondolom, hogy a versben is van a templom és az iskola, ha ezeket megőrizzük, és ahogy ezeket a közösségek megőrzik, ez nyilvánvalóvá teszi, hogy a jövőben is biztosítható az önazonosság megőrzése, és ezek az értékek, ezek gazdagítják nem csak Magyarországot, nem csak Tolna megyét, a térséget, hanem én úgy gondolom, hogy egész Európát is. Igazán ez jelenti a diverzitást, a sokszínűséget. Az egyházi épület közel 45 millió forintból újult meg.
A templomot az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság támogatta, a magyar kormány természetesen, és egyrészt a magyar templom felújítási program keretében kaptunk 14.935.200 forintot, másrészt a nemzetiségi oldalról, keretből kaptunk 10 millió forintot. Ebből tudtuk megújítani a templom részleges külső vakolatcseréjét, festését, vízelvezetést megoldottuk, illetve belülről részben a padozatot kicseréltük, illetve belül vakolatcsere és festés történt meg, valamint az egész templom szigetelése készült el. A Kismányoki közösség egy rendkívül kis közösség az evangélikus részét illetően, hiszen az itteni falut 46-ban nagyon nagy részbe kitelepítették. Így egy sokkal kisebb, erőtlenebb létszámú gyülekezet maradt, amely mára megfogyatkozott idősebbek lettek, és azt gondolom, hogy számukra ez tényleg csoda, hogy ez a templom most meg tudott újulni, kívül belül. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a magyar kormánynak kiemelten fontosak az egyházi beruházások. Az elmúlt néhány évben a Kárpát-medencében a magyar kormány segítségével 3000 templomot, egyházi közösségi teret sikerült felújítanunk, ezekből kb. 1600-at Magyarországon. Örülünk annak, hogy a Kismányoki Evangélikus Templom is itt a körzetemben, csak úgy, mint hasonló evangélikus, katolikus, református templomok megújulhatott, megszépülhetett most az elmúlt időszakban. A magyar kormány ezt a beruházást 25 millió forinttal támogatta, de közel ennyit tudtak hozzátenni az egyház részéről, az evangélikus egyház részéről, illetve a kismányoki és a környékbeli lakosok. Nem csak azért fontos ez a templom, mert evangélikus, hanem azért is, mert itt a környékben az evangélikusok német nemzetiségűek, és én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak akkor lehetnek elvárásai a szomszédos országok tekintetében, a magyar nemzeti közösségek érdekében, hogyha mi is mindent megteszünk a magyarországi nemzetiségűekért. Az 1788-ban felszentelt templomon, az orgona restaurálásán és a torony felújításán kívül nem történt még ilyen nagy volumenű beruházás. Nagymányokat is elérte az energiaárak emelkedése, ezért több intézmény tekintetében a bezárás mellett döntöttek. Emellett készül egy koncepció, mely kis régióban gondolkodva hosszú távra megoldaná az elektromos energiaellátást. A beruházás megvalósításához azonban a jogszabályi háttérnek is meg kell változnia. Mint minden önkormányzat esetében, Nagymányokon is fejfájást okoz, hogyan vészeljék át az energiaválság okozta nehézséget. Így sem, ahogy számtalan más helyen sem lehetett megúszni azt, hogy bizonyos intézmények működését átmeneti időre beszüntessék, de emellett előremutató tervek is készülnek, melyek, ha megvalósulnak, hosszú évekre jelenthetnek majd megoldást, nem csak a település, hanem a környékben lévő kisebb alvak számára is. Kalbél a polgármester azt mondja, már a Covid-járvány is megviselte az embereket, így lélektani hátrányból kell neki látni a jelenlegi helyzet kezelésének. Volt egy Covid időszak, ami már egy kicsit megviselt mindenkit anyagilag is, mert azért az is egy jelentős terhelés volt. Úgy gondolom mentálisan is, mert azért olyannal kellett foglalkozni, amihez nem nagyon értünk, és kezelni kellett a kényes helyzeteket. Most az energia kapcsán pedig tehát újra egy olyan feladat, amihez kvázi nem értünk, de kezelni kell. Hát vannak gyors lépések, tehát sportcsarnok, óvoda, ahol nem lehet, vagy nagyon kis mértékben lehet megtakarítani. A sportcsarnokot bezártuk gyakorlatilag. Hát most még üzemel, amíg fűtés nélkül lehet használni, de képtelenség azt a gázára. Tehát 3056 forintra kaptunk ajánlat per köbméter. Ezt nem lehet kifizetni, és ott most momentán nem tudunk átállni másra. Az óvodánál lezártunk minden olyan helyiséget, ami nem feltétlenül szükséges az üzemeltetéshez, de hozzájön az új bölcsöde.
ahol szintén gázfűtés van. Ott hosszú távon én úgy gondolom, hogy egy hőszivattyús rendszer kiépítése lesz majd szükséges, de hát ez is megint 100 milliókban mérhető egy ekkora intézménynél. Az önkormányzati hivatal működésében vannak tartalékok, a munka átszervezésével sikerül megtakarításokat nyerni. Önkormányzatnál egyenlően átálltunk hőszivattyús klímákra, van napelemünk, ezt kéne bővíteni, hogy legalább újra nullszaldósak legyünk, mert eddig most nullszaldósak voltunk. Azt tervezzük most, hogy hétfőtől csütörtökig teljes műszak van, minden napon ügyfélfogadás, pénteken home office van, tehát pénteken mindenki viszi haza, itt be csütörtökön este a pakkot, meg ugye, megoldottuk, hogy távelérések is vannak, akinek hozzá kell férni itteni adatokhoz. Valószínű, hogy december, tehát karácsonykor bezárunk, és január 8-án fogunk mégis nyitni, erről még nincs végleges döntés, de valószínű így lesz. És aztán utána, hogy januárban mi történik a piacokkal, azt még nem tudjuk, sejtéseim vannak. Tehát azt érzem, hogy jobb nem lesz a helyzet, valószínűleg csak rosszabb. Nem tudom, hogy... Itt attól is függ, hogy a törvény mit erőltet ránk. Tehát, hogy mit lesz kötelező, mit nem lesz kötelező, de hogy radikális lépéseket kell tenni, abban is szinte biztos vagyok. Ennek ellenére vannak olyan területek, elsősorban a szociális ellátásban és az oktatásban, ahol minden körülmények között meg kell oldani, hogy komfortosabban éljenek azok, akik naponta használják az intézményrendszert. Orvosi rendelőknél nem tudunk mit tenni, tehát rendelési idő alatt le van korlátozó, csak rendelési idő alatt van fűtés, de akkor muszáj fűteni. Idősek otthona, az egy kényes kérdés, illetve a szociális otthon, ott én úgy gondolom, hogy egy életet végdolgozó embereknél nem szabad azt tenni, hogy fázzanak. Tehát ott fűtünk úgy, ahogy kell. És akkor itt nincs vége az ügynek, hiszen a energia és a élelmiszerár emelés minden tol maga előtt. Gyakorlatilag a étkeztetés januárban indulunk egy új konyhával. Hát időnként a jobb kezemmel vakarom a bal fülemet, hogy hogy fogjuk megoldani. Nem azért, mert esetleg rosszabbul csinálják, mint bárki más, hiszen egy új konyha jó emberekkel felkészülten állunk neki, de az elmúlt 6-7 hónapban 46%-kal emelkedett az élelmiszerek ára. Tehát ha most ezt ráteszem a napi ellátásra, gyerekeknél nem tudom rátenni, mert egy alapanyag normát fognak fizetni, valamennyit tudunk rátenni, ha meg tudja a szülő fizetni, tehát ott nem tudom, hogy mit tudunk tenni. Az időseknél megint az van, hogy minden egyéb költség nőtt, az ellátás költsége nőtt, hát most tartunk már lassan 7000 forint per napnál. Na most a januárban még emelünk az élelmiszeren, akkor meg tudja fizetni, vagy nem. Már pedig az idősen nem lehet azt megtenni, hogy kizárjuk a szolgáltatásból semmiképpen. Viszont ezeket a pénzeket elő kell teremteni valahonnan. Momentán csak tapogatózás van, úgy gondolom, nem csak az én részem. Én úgy gondolom, hogy mányoknak megvannak az adottságai és a lehetősége, hogy a következő 15 évre megteremtse magának a gyakorlatilag ingyen energiát. Ezt én biztosan érzem. Az, hogy ezt képes lesz-e végzongorázni egy önkormányzat, képes lesz-e olyan partnereket találni ehhez, hogy ez tudjon működni, és képes lesz arra, hogy egy jogszabályi környezet is megváltozzon, hiszen ma azért a energiapiacon egy önkormányzat nem tud lépni, egy lakosság nem tud lépni, már pedig itt ehhez erre szükség lenne, hogy mondjuk 2-3 település viszonylatába, amit megtermelünk, azt itt használhassuk fel, itt értékesíthessük. Tehát ezen dolgozom most, ez egy nagyon komplex és hosszú feladat, ennek van műszaki része is, gazdasági, de törvényi része is. Remélem, hogy a törvényhozásban is megtaláljuk azokat a partnereket, hogy egy energiaközösség vagy egy energiaszövetség létrejöhessen egészen lokálisan, és csak egy ilyen havária csatlakozás lenne az országos hálózatokhoz. Technikailag az a lényeg, hogy úgy termelünk megújuló villamos energiát, hogy az egész, ha kell, akkor egy 48-50 órás mennyiséget be tudunk tárolni, de nem akkumulátorban. A terv szerint a megépülő energiatelep látja majd el Kismányokat és Váralját is villamos energiával, és a beruházáshoz felhasználják a kiüresedett bányatelep adottságait is.
Ha az ötlet megvalósul, példaértékű lehet országos szinten is. Több beruházás is zajlik párhuzamosan Cikón. A vízrendezés régi igénye volt a helyieknek, de egy útépítés is folyamatban van jelenleg, sőt, még a gyerekes családok körében népszerű központi játszóteret is sikerült fejleszteni az elmúlt időszakban. Nagy munkálatok zajlottak és zajlanak még most is Cikón. A településen ugyanis átfogó vízrendszeri program indult. A falut keresztül szerő patakmedrének a rendezése történik meg, kül- és belterületi szakaszon egyaránt, több mint 4 kilométer hosszban. Mederkotrásra kerül sor, részlegesen mederburkolásra, hordalékfogó gátakat építenek, és egy nagyobb átmeneti tározó kerül kiépítésre. A beruházásra több mint 280 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást fordíthat az önkormányzat. A fejlesztésre nagy szükség van, hiszen Cikót néhány évente, szó szerint ideiglenesen megbénítja egy-egy nagyobb esőzés. Ezek a felvételek 2018-ban készültek, akkor egy hirtelen jött esőzés szabályos villámárvizet okozott a településen. Stábunk térdig érő vízben forgatott több cikói intézményben is. Ilyen esetek már nem fordulhatnak elő újra, ha befejeződik a most folyó munka. Időnként több évente, de el szokta önteni a települést a víz, és az elmúlt két évtizedben nem történt meg a falunak a vízrendezése, úgyhogy ebből valósul meg ez a projekt. Nem csak a faluban, Cikó külterületén is zajlik a munka. Ott a vízrendezési fejlesztéssel párhuzamosan egy útfelújítási projekten is dolgoznak a szakemberek. Itt láthatjuk a vízrendezéses pályázatunknak a külterületi szakaszon történő rendezését. Ez a szakasz már lezárult, itt megtörtént a mederkotrás, és itt lesz majd a Cikomöcsény útnak a felújítása is. Jelenleg a közbeszerzés még folyamatban van, hamarosan lezárul, és utána kezdődhetnek a kivitelezési munkálatok ezen a több mint 2 kilométeres szakaszon. A Mölcsényt és Cikót összekötő utat évtizedekkel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat, a felújításra viszont sokáig kellett várni. Kátyúzás, új aszfaltkopó réteget kap az út, a patkák lesznek lenyesve, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az útról, tehát teljes felújítás történik. Ezt VP-s pályázati forrásból finanszírozzuk a felújítást, és ehhez 5% önerővel kell hozzájáruljon az önkormányzat. De nem csak itt, hanem a település központjában is lezárult egy fejlesztés a napokban. A helyiek által kedvelt központi játszóteret ugyanis sikerült felújítani. 3 játszóterünk van a településen, itt a központon van a legnagyobb. Ami található játszótéri eszközök ezen a játszótéren, 3 darab azt németországi testvértelepüléstől kaptuk, és most ezt bővítettük ki, hogy tudják használni a kicsik-nagyok egyaránt. Cikó vezetői az elmúlt években igyekeztek minden lehetséges pályázati lehetőséget megragadni. Ennek köszönhető, hogy a község sikeresen vett részt a Magyar Falu programban is. Felújítottuk az iskolatéren a járdát, az iskolától a könyvtárig. Itt térköves járda került kialakításra. Szintén Magyar Falu program keretein belül felújítottuk az óvodát, külső szigetelést kapott az épület, födémszigetelést, napelemet, bízunk benne, hogy energiahatékonyak leszünk ezáltal.
BMS pályázaton nyertünk a Percel utca egy részének a felújítására, az utca új aszfaltburkolatot kapott, szegélykövet és a vízvezető árok került újra kibetonozásra. Cikon tehát nem tétlenkednek a helyiek, a fejlesztésről és ahhoz szükséges forrás megszerzéséről van szó. Ez pedig egyre inkább meg is látszik a völgységi településen. Kétyen is felköszöntötték az időseket, az önkormányzat ebéddel és koncerttel kedveskedett a résztvevőknek. A polgármester elmondása szerint nagyon fontos, hogy évről évre meglepjék, illetve tiszteletüket fejezzék ki a falu szépkorú polgárainak. Többek között sertéspörköltel készültek az időseknek Kétyen a művelődési házban. Bár kicsit megkésve, de a faluban is köszöntötték a szépkorúakat. A település polgármestere azt mondja, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban sok problémával kell megküzdenie az önkormányzatnak, mindenképp szerették volna megtartani a programot. Eljött ez a nap is. Elég sokat kellett rajta módosítgatnunk, mert nagyon sok problémával kellett ez idáig megküzdeni, de bekövetkezett, hál' Istennek eljött ez a nap is, hogy meg tudjuk tartani a szépkorúak napját. Minden évben meg szoktuk tartani, megemlékezünk a szépkorainkról, ha nem úgy, hogy összehívjuk őket ebbe a kultúrházba, egy közös ebédre, illetve egy kis műsorra kedveskedünk nekik. Akkor úgy, hogy mint például az elmúlt években valamilyen ajándékot, szaloncukrot vagy ilyesmit vittünk nekik, de igazából ez az a forma, amit mindig próbálunk megszervezni, mert az a célunk, hogy legalább ha máskor nem egy évben egyszer, aki el tud jönni, az jöjjön, és megismerkednek, látják megint egymást. Vannak olyanok, akik már régóta nem találkoztak, már a falu alsó végén lakik, illetve a falu felső végén lakik, és akkor így próbáljuk őket egy kicsit kimozdítani otthonról. Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap pályázatának köszönhetően egy koncerttel is tudott kedveskedni a falu idős lakóinak. Egy művész fellépést tudtunk pályázni, és most a Le Blanc győzőjék fognak itt nekünk, az énekes nő társával fognak nekünk előadni egy műsort. Azért fontos szerintem, mert egy évben mindenképpen én szeretném őket látni, és ugye általában én megyek el őket meghívni. Talán az idén egy utca volt, amiben nem tudtam elmenni, de a falu többi részén személyesen hívtam meg az időseket. Szeretem őket látni legalább egyszer, illetve meglátogatni őket legalább egyszer, illetve az is nagyon fontos, hogy érezzék, hogy a közösség valamilyen formában számít rájuk, megemlékezik a munkájukról, és érezzék a tiszteletünket, szerintem, és ezt ezzel tudjuk a legjobban kifejezni. Az biztosan elmondható, hogy a rendezvény hátralevő részében a jó hangulaté volt a főszerep a Kétyi Művelődési Házban. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!